32 pályázó, köztük egy határon túli vállalkozás vehette át az érték és minőség nagydíj tanúsító védélyegy használati jogát az országházban. 2024-ben is a mezőgazdasági termékek voltak túlsúlyban, de megjelentek a robotika és a mesterséges intelligencia vívmányai is. Átadták az érték és minőség nagydíj pályázat kitüntetéseit a gazdaság ünnepén, az Országház főrendi üléstermében szeptember 12-én. Idén a védjegyhasználatot és a kitüntetést 32 pályázó 38 pályázata érdemelte ki. Több mint 30 különböző területen tevékenykedő vállalkozás mutatta meg alkotó erejét és kreativitását. Mindenki számára lényeges az elismerés. Lényeges az is, hogy valahol elhelyezze magát, akár a gazdasági palettán, akár bárhol, és azt hiszem, hogy egy olyan elismerés, ami az ő életét, munkáját segíti, az egy örömteli dolog. Az esemény fővédnöke az országgyűlés alelnöke, dr. Latorcai János. Az érték és minőség nagydíj az egyetlen olyan hivatalosan is elismert értékminősítő rendszer, amelynek eredménye megjelenik a terméken, és amelyik a kereskedelemben, a kereskedelmi láncok polcain egyértelmű eligazítást jelent a vásárló számára. A díja valamikori magyar termék nagydíjból nőtte ki magát, amely mintegy 30 éves múltra tekint vissza. Pontosan ez a minősítő rendszer hivatott lehet arra, hogy a külföldi termékek helyett a hazai termékeknek a fogyasztását szorgalmazza. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a mezőgazdasághoz kötődő termékek alkották a legnépesebb díjazotti csoportot, az ágazatot érintő ismert nehézségek ellenére. Új szint hozott az idei mezőnybe, hogy a pályázók 10%-a a robotika, a mesterséges intelligencia és az informatika területén alkotott kiemelkedőt. A díjazott pályázatok az ország 12 vármegyéjéből, egy pályázat pedig határainkon túlról, Erdélyből érkezett. Pár évvel ezelőtt a termék nagydíj, miután átalakult érték és minőség nagydíjra, nyitottá vált a határon túli gyártók és forgalmazók számára is. A Székely Csürke egy 100%-ban Erdélyben működő vállalat. A teljes integrációt képviseljük, egészen a helyi gazdáktól felvásároljuk a gabonát, azt a saját takarmánykeverőnkben elkészítjük, felneveljük vele a csirkéket, és a saját vágóhídunkon levágjuk a csirkét, és utána pedig a friss csirkehúst, azt pedig Erdélyben értékesítjük, de ugyanakkor Magyarországra is most már hozzuk ki ezt a prémium minőségű húscsirkét. Igyekeztek az erdélyi értékeket és hagyományokat beletenni. Mindent, ami Erdélyből egy kis ízet tud még belecsempészni ebbe a húsba, azt igyekszünk vele tenni. Ez a mai elismerés is, ez nem csak a terméknek szól, hanem tulajdonképpen a hagyományoknak, meg a helyi értékrendszerünknek is az eredménye, meg a díja. A humanoid robotokkal és egy közhasznú alapítvánnyal pályázott ez a budapesti vállalkozás, akik a díj mellett két külön díjat is elnyertek. Két kategóriában is díjazást kapunk. Egyrészt a Bastion Group-al a humanoid robotok piacképességével kapcsolatban, másrészt, ami talán még nagyobb öröm számunkra, hogy az alapítványunkkal, az Egy lépéssel több alapítvány fogadj örökbe egy családot programját is a zsűri úgy ítélte meg, hogy méltó arra, hogy érték és minőség nagydíjat kapjon. Mind kinézetében, mind kommunikációjában az emberre hasonlító robotokat recepción, gyárakban és más helyeken is alkalmazzák. Az alapítványon keresztül pedig a tartósan beteg gyermekeket nevelő szülőknek adnak havi rendszeres támogatást. Készpénz helyett a számlák kifizetésével garantálják, hogy jó helyre kerül az összeg. A nagyvállalatokon kívül egy magánjelentkező is kapott díjat. Idén 32 vállalkozás, 38 pályázata érdemelte ki magát a védjegyhasználatot, és 7 vállalkozás ezek közül annyira kiemelkedő produktumot tett le az asztalra, hogy külön díjjal is jutalmaztuk, 3 média képviselő pedig kommunikációs nívódíjat kap. A díj egy ábra, amit fel lehet tenni a termékre, és aminek félreérthetetlen üzenete van. Versenyelőnnyel is jár a megbízható termék kommunikációján keresztül. Még nagyon sokan érzik úgy most is, hogy a Kiváló Árok Fóruma az jelen van a hétköznapokban is, miközben ugye ez valami oknál fogva elmaradt. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból is hézagpótló ez a minőségi nagydíj, hiszen ez pontosan ugyanazt a cél szolgálja,
természetesen kicsit módosult formában, de a garanciát adja az egyes termékek vonatkozásában. Az ünnepségen beszédet mondott és a kitüntetéseket átadta Latorcai János, az országgyűlés alelnöke, és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese. Dr. Latorcai János életműdíjat kapott, míg kommunikációs nívódíjat pedig többek között a MediaWorks vármegyei lapjainak központi szerkesztősége vehetett át. Mára már 200 partner több mint 1000 terméke vagy termékcsoportja és szolgáltatása használja az érték és minőség nagy díj tanúsító védjegyet.